Sziasztok! Ebben a videóban meg fogjuk csinálni az 5 perces smink kihívást, és úgy fogom csinálni, mintha ténylegesen késésben lennék, és egy ilyen mindennapos sminket fogok felrakni, mert sokszor van az velem, hogy reggelente kések, vagy kapkodom, és olyankor hagyjuk. Szóval most azt fogjuk rekreálni, hogy milyen egy reggelem, amikor megyek valahova, akkor reggel, de legtöbbször amúgy nem szoktam sminkelni, mert nincs kedvem, főleg olyan korán, de most tételezzük fel, hogy van, szóval állítunk egy 5 perces időzítőt. Valószínűleg mondjuk adok rá hangot, akkor hát, ha lesz hangja. De úgy nekem mindig csak rezegni szokott. Szóval nem raktam ki előre a dolgokat. Alapozni meg ilyenek nem fogok, mert nem szoktam hétköznapokon. Minden kb. Itt van a kis neceszeremben, amit a macska szétszedett. Jó, megy. Akkor én kezdések mindig a szemöldökömmel szoktam kezdeni. És ha megtalálom... Na, itt kezdődnek a problémák. Lehet, hogy nincs is itt a lecse? Annak viszont nem örülnék. És kaja nincs. Micsoda! Hát ilyen nincs. Most itt lenned? Na, az a helyzet, hogy megtaláltam, a fürdőben volt, anyám elrakta egy tök indokatlan helyre. Egészség! Szóval ez végül is nem vágom ki, mivel minden reggelem így szokott kinézni. Szóval felveszek egy keveset ebből a tuszból. És már most elkentem, de jó. Úgy minden reggelem, amikor készülök, egy felér egy ideg összeomlással, mert ilyenek történnek, nem tudom mennyire látjátok, de elkentem az egész fejemre. Ilyet amúgy nem szoktam, csak most annyira rosszul csinálom, hogy ez valami hihetetlen. Jó. Még a homlokom közepe is fekete. Fúj. De nem kezdem újra, mert igazából így a legreálisabb, mert tényleg ezt szoktam csinálni. Sokszor előfordul. Viszont most nincs sem smink lemosó, meg semmi ilyesmi. És sokszor annyiból áll a reggeli sminkem, hogy megcsom a szemöldökömet. Aztán futok, szállok a buszhoz, amit vagy elérek, vagy nem. És ha nem érem el, akkor hazajövök, és megcsom rendesen a sminkem. De az a ritkábbik eset szerencsére. Szóval általában egy szemöldökből áll a sminkem, mert azért mégiscsak, na, jó ilyen rontottam. Most meg jobban izgulok, mint amikor késésben vagyok. Jó, hát undorító, de nem baj, mennyi időnk van még. Ha, másfél perc, de jó. Szerintem akkor én nem mennék, nem vinném túlzásba ezt a dolgot. Természetesen szerintem a korrektoromat is elrakta anyám, szóval maradjunk az alapozónál, mégpedig a redvákra rakok a fejemre, még ha látnám is magam. Azokra muszáj, mert csúfik. Jó, oda muszáj. Csak az ujjammal így tu-tu-tu-tu. Csodálatos. Itt is tu-tu-tu-tu. Hát nem lett jobb.
Jó, hát a szempilla spirál, erről már beszéltem a Klaus videómban, hogy ugye nem venném újra, blablabla, de hát most ezt használom, mert ez van. Szóval most szerintem csak egy rétegben fogom felvinni. More. Jó, nem tudom, mit csinálok amúgy. Jó, szerintem le is kenődött. Nem baj! Igen, ennyi. Szóval szerintem még rakok egy kicsit a... Nem rakok. Szóval igen, egyébként viccen kívül így szokott kinézni egy reggeli készülődésem, tehát láthattátok, hogy a szemöldökömet úgy csak-csak megcsináltam, jó, hát ne vegyük figyelembe, hogy olyan lett az egész fejem, de amikor még volt frufrum vagy ilyesmi, akkor kit érdekel, tehát igen, szóval meg szoktam csinálni a szemöldökömet, és szempillaspirált szoktam felvinni, plusz a korrektoromat használom a különféle undormányokra, amik a fejemen vannak. Hát nem tudom, mennyire láttátok. Szóval igen, elég gyakorta vannak szép pattanásaim, meg szeretem őket kivakarni. Szóval mindig sebes a fejem, de pont ezért fogtam rá egy korrektort, illetve alapozót tenni. Még hogyha nem is rakok az egész fejemre alapozót, legalább oda szoktam rakni ilyen kis minimális pöttyöket, és akkor azokat így belenyomkodom, aztán igazából ennyi. És viccen kívül így szoktak kinézni a reggeleim, és ennyi szoktam sminkelni, szóval ennyi. Oké, mostanában a videóban sok sminket láthattok rajtam, ez annak köszönhető, hogy itthon vagyok egész nap, és nincs mit csinálnom, és hogyha már elkezdek videózni, akkor előtte kicsapom magam rendesen, mert hát van időm, meg kedvem is, mondom, akkor legalább sminkeljünk. Hogyha több időm van, mondjuk nem 5 percem, hanem 10, vagy 15, vagy akár 20, a 20 a legideálisabb számomra, akkor szoktam úgy tusvonalat is húzni, vagy meg szemhéjpúdert rakni, esetleg alapozót, highlightert, tudjátok kicsit jobban így tovább gondolni a dolgokat, de alapesetben így szokott kinézni a mindennapos fejem, már ha sminkelek, mert valamikor még ennyit sem szoktam. Szóval, hogyha szeretnétek egy hosszabb sminkihívást, amikor elkészítem a kicsit összetettebb sminkemet, vagy hogyha egy adott sminket kell megcsinálnom, mondjuk olyat is csináltok, hogy ti választotok valakit, vagy valamit, és akkor azt kell egy bizonyos idő alatt megcsinálnom, az is szerintem vicces, meg izgi lehet, mert ez most tényleg olyan volt, mint minden nap számomra. És amikor még volt munkám, köszi koronavírus. Hogyha valamilyen hasonlót szeretnétek, írjátok meg nekem a kommentben, el fogom olvasni, és akkor majd lehet valamelyiket megvalósítom, majd megbeszéljük úgyis. Szóval köszi, hogyha megnéztétek, és majd találkozunk vasárnap, addig mi, szombaton, addig pedig sziasztok!